Az alkotmányi bizottság benyújtott egy módosítót, hogy mégsem emeljék meg a jövedéki adóját a online termékeknek. Se idén, se jövőre. És akkor erre kérdezték a újságok, hogy a balsai ez mi volt. Zárószavazás előtti módosítót, ez az utolsó percekben nyújtották be. És állítólag úgy csinálták, hogy kiosztották az alkotmányi bizottságnak, és úgy szavazták meg, hogy el sem ott tudták olvasni. És külső anyagból dolgoztak, de arra már nem emlékszem, hogy kitől kaptak. Kinyírták a lobby törvényt. Most nincs lobby törvény, a zavaros balásznak és a Dohány lobbyra, amivel mindenki tudja, hogy milyen eszközökkel él, az képes arra, hogy kivesz a költségvetésből 20 milliárd forintot így. Megírják a módosítót, és benyomják pénzét, és el se olvassák a képviselők, és megszavazzák. Szerintem ez mindennél jobban mutatja, hogy hozzanak a dolgokat. Egyébként az olyan szempontból is érdekes, hogy ezt csináltak. Az a kérdés, hogy hogyan tudjuk az információt. Csináltak egy adatigénylés, abban azt kérdeztem, hogy ezt nélkülözte a balsai, van-e külső anyag. Küldjék meg az összes, a módosító javaslat kapcsolatos összes előkészítő anyagot, külsőt, belsőt. Kezdeményezetre találkozott a bizottsággal, hivatalosan, vagy a bizottság bármelyik tagjával dohányipari termelő, vagy pedig a Magyar Dohányipari Szövetség. Ha igen, akkor sor került a találkozóra. Most más kérdés nem tudta eszembe hirtelen. Konkrétan hát, mit mondott a balség? Azt mondta, igen. Erős volt a dohánylobby. Meg azt is, hogy egy másik képviselő is azt nyilatkozott, hogy nem olvastuk el a dolgot gyakorlatilag. Meg azt is hozott anyagból dolgozott. Nem volt időnk elolvasni, meg azt is mondja, hogy hozott anyagból dolgozott. Gyakorlatilag elmondja azt, hogy ezt nem a bizottság készítette ezt a módosító javaslatot. Meg azt is mondta, hogy nem is emlékszik. Igen, nem emlékszem. Annak egy ilyen, ja, nem is emlékszem, mi volt, hogy van, így kormányozni nem lehet. Négy ilyen példát, amikor a dohánylobby ezt csinálta. Van ez az ügy annyira közérthető, felháborító most, hogy most buzdítsuk az embereket arra, hogy ők is tegyék fel ezeket a kérdéseket. Csatlakozz a közérdekű adatos kérdésünkhöz. Ha válaszolnak, tök jó, megkapják az emberek is a választ, és ott lesz. Ha nem válaszolnak, akkor majd a TASZ a nevetekben is, meg helyettetek is perel.